Spree Park. 1969-ben az egykori NDK egyetlen vidámparkjaként Kulturpark Prenterwald néven nyílt Kelet-Berlinben, és évi 1,5 millió látogatót fogadott. A német újraegyesítés után aztán hirtelen rászabadult a nyugati konkurencia, áremelés jött. És erősen visszaütött az is, hogy a park környékén gyakorlatilag nem volt parkolóhely. Az ezredfordulóra a park 11 millió eurós tartozást halmozott fel, a vezetés megpróbálta a használható attrakciókat a csőd elől Dél-Amerikába menekíteni, hogy Peruban nyissanak egy új vidámparkot velük. A történet bizarr fordulatot vett, mikor az egyik hullámvasút alkatrészei közé csomagolva 180 kiló kokaint találtak a határon. A vezetőség azóta is egy perui börtönben ül. A berlini parkban már csak az óriás kerékák 2011 óta turistáknak mutogatják szervezett túrák keretében a romokat.